A folytatásban is maradunk a kulturális témánál, hiszen Jézus szíve légy velem címmel nyílt kiállítás augusztus 18-án az egri érseki palotában, amelyet a 100. szív búcsú alkalmából a mezőkövesdi Matyó Múzeum rendezett. Így van, a kiállítást Tőkés György jezsuita szerzetes, arlói plébániai kormányzó, valamint dr. Török László érseki tanácsos teológiai tanár, címzetes apát a mezőkövesdi Jézus szíve templom plébánosa nyitotta meg. A tárlat november 5-éig látogatható. Most erről készült összeállításunk következik. A 100. szívbúcsút ünnepeltük ebben az évben Mezőkövesd városában. A jezsuiták működéséhez kapcsolódik a templom és a plébánia létrejötte. 100 évvel ezelőtt, 1923-ban telepedtek le a jezsuiták a városunkban, miután több missziót is tartottak már. Megalapult a rendház és hozzáfogtak egy kis templom építéséhez is, amit Jézus szívének a tiszteletére szenteltek, és 23-ban meg is tartották az első búcsút, körmenetes búcsút, mégpedig nagy fényessége, Horthy Miklós kormányzó felesége is jelen volt az eseményen többek között, illetve hát a pápai nuncius is megtisztelt ezt az alkalmat, és hát neki köszönhető, hogy tulajdonképpen egy országos eseményé vált a mezőkövesdi szívbúcsúra, nagyon sok felől jöttek zarándokok, és az elmúlt 100 évben különös kegyelem, hogy sikerült megtartani minden nehézségek ellenére, hiszen azért volt közben világháború is, volt az 50-es éveknek a problémái, a nehézségei. Ez külön kegyelemnek tudjuk be, hogy a búcsukat sikerült minden évben megtartani. Minden évnek megvan a maga sajátos üzenete, sajátos tartalma, és ez a 100. év nekünk egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy egy kiállítással is megemlékezzünk ennek a 100 évnek a tartalmáról. 4 éve vagyok plébános mezőkövesden. Kispapkoromban előfordultam, tehát én is részt vettem korábban szívbúcsúkon, és még akkor eszembe sem volt, fel sem merült, hogy valamikor plébános leszek ebben a városban. Azt meg külön nagy öröm, hogy egy ilyen eseménynek lehetek a részese, egy kerek évforduló, egy 100. évforduló, amely végső soron már az én nevemhez is kötődik, tehát bevonultam a történelembe ilyen módon, tehát nagyon hálás vagyok, hogy ennek az egész eseménysornak a megrendezésében, megünneplésében részt vehettünk, hiszen több programból állt ez az ünnepsorozat, maga az a kiállítás a 100 év alkalmából, amit a Matyó Múzeum munkatársainak a segítségével sikerült megrendezni a jezsuita rend aktív közreműködésével. Aztán a 100. búcsú június 26-án, amit hát országos meghívóban nagyon sokan érkeztek, a katolikus tévék is közvetítették ezt az eseményt, és hát minden az előkészületek is a korábbi hónapokban a jezsuitákat hívtunk meg, akik már lelkileg előadásokkal készítettek bennünket erre a jeles évfordulóra. Készül majd még egy kiadvány is, ami valószínűleg jövőre fog megjelenni, amiben a 100 év kapcsán összefoglaljuk könyvformájában is a fontosabb momentumokat. Próbáltuk a 100 évnek a fontosabb eseményeit bemutatni, főleg a kezdetekre koncentrálva a jezsuiták működését mutatjuk be több tárlatponton keresztül. Aztán hozzá kapcsolódik a isteni megváltó leányainak a működése, hiszen a jezsuiták pár évvel később, hogy letelepedtek Mezőkövesden, egy iskolát hoztak létre, egy zárda iskolát, amelyben az isteni megváltó leányai
tanítottak, az 50-es évek elejéig működhetett ez az intézmény. Az ő követi működésükről is van néhány tartalmi elem. És hát ami sajátosan kövesdi dolgok, motívumok, a matyó kultúra, a matyó búcsúhoz kapcsolódó anyagokat láthatunk, ruhákat, férfinői öltözeteket, illetve hát liturgikus ruhákat, és külön értékes a jezsuita kehely, ami 100 éves, az első jezsuita Jánbor László, aki rendház alapító volt, ő hozta magával ezt a kelyhet, felirat is őrzi a nevének az emlékét, erre az alkalomra fel is újítottuk, és most a kiállításon ez a kehely talán a legfőbb kapocs, ami összeköt bennünket ezzel a százesztendővel. Én így fejezem ki ezt, hogy minden, ami népi, az liturgikus. Talál az oltárhoz, talál Istenhez, talál Krisztushoz. És ezért méltatom innen is, innen távolról és messziről is a mezőkövesdieket, akik még ma is büszkén hordják a népviseletüket. És biztatom is, innen is, hogy viseljék is mindig büszkén. Olyan méltóság teljességet ad az arcukra. Láttam a búcsún az utóbbi, a nagy ünnepen, a 100 éves búcsúnak az ünnepén, hogy fiatalok igazi öntudattal, méltósággal viselték ezeket a szép népviseleteket. És egyben titeket is, és a ti figyelmeteket is fel szeretném hívni erre a nagy igazságra. Engedjétek, hogy ezáltal szóljon is az Isten hozzánk, hogy ne feledkezzünk meg a gyökereinkről. Ez a búcsú és a mezőkövesdi hagyomány bennünk is élessze fel azt a vágyakozást, és azt az igazság iránti szeretetünket, hogy valóban a népi az Krisztushoz tartozik, nem megy ki divatból. 50-60 évvel ezelőtti ruhákat felvennénk el, vagy cipőket a szekrény sarkából. Nem biztos, de a népviselet az mindig megmarad. Ezért örök,